Már teljes kerettel dolgozik a bajnokságra készülő nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. Tarján Izsák visszatért a 3x3-as válogatottól, és megérkezett az amerikai légiós Tyreek Lockwood is. Merin Mekmedovics vezetőedző szerint eddig a tervek szerint zajlik a felkészülés. Munka jól megy. Most ez olyan, látunk, hogy a fiatalságnak nagyobb az akkorát, mint a tudását, és akkor még sűrűbb edzünk, minden termet próbáljuk kihasználni, hogy tudjunk készen állni valahogy olyan sitkujánú tornánál, hogy legyünk úgy, ahogy kell. Új srác, aki jött Amerikából, illik ebben, amit mi akarunk, fiatal, és pont úgy, amit vártunk, tudod, B-ligában mit kell hozni, szerintem fog hozni. Egészségesek vagyunk, nagyon ambiciózusok, ezt a fiatalság engem is inspirálja, én is most állandó itt vagyok, próbáljunk csinálni úgy, ahol legjobban kell. A 23 éves amerikai Tyreek Lockwood első idényét kezdi majd külföldön. A 183 cm magas irányító egyetemi pályafutása alatt végig az NCAA első divíziójában szerepelt. Mint elmondta, az egyetem után mindenképpen szeretett volna Európában játszani. The reason I took this chance was due to the fact that Nagyon szimpatikus volt a Hübner Nyíregyháza ajánlata. Nagyon korán felvették velem a kapcsolatot, és már a nyár folyamán többször egyeztettem a szakmai stábbal, illetve az edzőkkel. Illetve nekem az volt az álmom és a célom, hogy befejezve az egyetemet Európába tudjak igazolni, és a nyíregyházi csapat ezt megadta számomra, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy segítségükre lehetek idén. Something I wanted to do, and they gave me the utmost confidence to come up here and play and join with the guys. Mohácsi Máté szerint fontos, hogy már a felkészülés kezdetétől teljes kerettel tud dolgozni a szakmai stáb. Most már tényleg egy kosárlabda csapatnak nézünk ki, hiszen mindenki itt van, több mint egy hete folyik így már a munka teljes kerettel. Szerettük volna idén nem elkapkodva ugyan, de időben elkezdeni a munkát fix csapattal, hiszen tavaly láttuk, hogy sok problémát okoz, hogy esetleg nem találunk időben légiós, vagy nem olyat találunk. Hogy miért esett Tyreekre a választás? Egy igazán jó egyetemi programból kerül ki, ugye az NCAA első divíziójában játszott 5 éven keresztül. Felvettem a kapcsolatot a volt edzőjével, a volt csapattársai egyikével, illetve leszkautoltuk, a szabad így mondanom. Mindenbelileg mind játékos szinten egy olyan játékos sikerült igazolnunk, aki nagy segítségre lehet idén. Egyes-kettes poszton bevethető, továbbiak majd a későbben kiderülnek róla, de azt gondolom, hogy miután mindkét pozícióban játszott, és jól játszott, jó számokat hozott, mind pontban, mind asszisztban, ezért igazi vezére lehet a csapatnak. A Kékcápák a héten két felkészülési meccset is játszanak. Pénteken Debrecenben a Deac, majd szombaton a Continental Arénában a Deac 2 lesz a nyíregyháziak ellenfele. Közben elkészült az NB1B piros csoportjának sorsolása. A Kékcápák szeptember utolsó hétvégéjén hazai pályán a Vasas ellen kezdik a bajnokságot.